Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét! Elkezdődött a húsvéti időszak, és ahogy a nagyobb keresztény ünnepek kapcsán sajnos Európában az elmúlt években megszokhattuk, adódik a kérdés. Biztonságban vagyunk? Nem csak Európában, hanem a keresztények által lakott országokban, térségekben, kontinenseken egyaránt felvetődik ez a kérdés. A Vatikán az nagyon szigorú biztonsági intézkedéseket léptetett életbe, mert konkrét információk voltak tervezett muszlim terrorista támadásra vonatkozóan. Magyarországon, mint általában a nagy ünnepeken, a rendvédelmi erők és a titkosszolgálatok is nemzetközi együttműködésben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzük az esetleges negatív történéseket, különösen a terrorcselekményeket. Nincsenek olyan információink, hogy ez konkrét formát ölthetne itt Magyarországon, ezért mindazokat a biztonsági intézkedéseket léptetjük életbe, amelyet mindig is a nagy ünnepeken szoktunk. Egyébként mennyire más a helyzet attól ugye, hogy az ünnepi időszak és a jövő heti választási időszak ilyen röviden, ugye, de mégiscsak egymást követi, nagy tömegek mozognak akár az ünnepek kapcsán, akár ugye vasárnap a voksolás napja, tehát ez nagyobb biztonsági kihívást jelent a szerveknek? A rendőrség most már azért az elmúlt 30 év során komoly tapasztalatokat szerzett abba, hogy egy-egy választási időszaknál milyen közbiztonsági intézkedéseket kell tennie a normális és törvényes szavazás biztosítása érdekében. Ezt most is meg fogja tenni a rendőrség. Ahogy a választás az a demokrácia ünnepe, így a rendőri erők is úgy tekintenek erre, mint egy ünnepre. Ezért a megjelenésükben, a fellépésükben, a láthatóságukban nyilván arra törekszenek, hogy ezt az ünnepet ne zavarják meg. Azt a tabut vagy sztereotípiát az elmúlt években sikerült lebontani hathatós kommunikációval, hogy a terrorizmusnak és a migrációnak nincs semmi köze egymáshoz, illetve semmiféle összefüggés nincs a két jelenség között. Az ugyan viszont még mindig kérdés, és demagógiával vádolják emiatt a kormányt, hogy miért mondják azt, hogy a választások tétje a biztonságot. Mire gondolnak, hogy itt, hogyha nem az Orbán kormányt választják meg újra, vagy nem hosszabbítják meg a mandátumát, akkor robbantások lesznek, vagy terrorcselekmények? Hát úgy áll a helyzet, hogy a 2015 óta történések és a különféle politikai erők reakciói a terrorizmussal és a migrációval kapcsolatban eltérőek voltak, mivel ugye bizonyos baloldali liberális körök Európa szerte abba voltak érdekeltek, hogy a lakosság a migrációra úgy tekintse, mint egy pozitív dologra, amelyik segítenünk kell, és amelyik nekünk gazdaságilag, társadalmilag, demográfiailag egy nagyon fontos lépés. Ebben nem fért az bele, hogy hát azért terrorcselekmények történtek, és 2015 óta közel 30 súlyos terrorcselekmény történt, 350-en haltak meg, és több mint 1500-an sebesültek meg. Itt aztán valóban nehéz azt állítani, hogy a nyugati városokban, a nyugat-európai városokban olyan nyugalom és biztonság van, hogy nagyobb az esélye, hogy egy kutyapiszokba lépünk, mint hogy egy terrorcselekménnyel találkozhatnánk. Ez sajnos nem, az élet nem bizonyította ezt, hogy ez így lenne. Az, hogy a biztonságnak mi a szerepe, az egy valóban a jelenlegi választási kampánynak egy nagy kérdése, annál is inkább, mert ha leegyszerűsítjük a dolgot és figyelembe vesszük azokat a történéseket, amelyek a migrációval, a határok megnyitásával, a kötelező betelepítési kvótákkal kapcsolatban Európa szerte és Magyarországon is napirenden van. Ha ehhez hozzávesszük az adataink szerint, mint egy 2000 olyan Soros György által finanszírozott személy dolgozik Magyarországon azon, hogy a bevándorlás ellenes magyar kormányt lehetőség szerint a választásokon megakadályozzák abba, hogy folytathassa a munkáját. Ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a választásnak a nagyon fontos tétje, hogy Magyarország magyar ország marad-e, vagy bevándorló országgá válik, vagy hogy az elmúlt hosszú évek erőfeszítésein eredményeképpen létrejött gazdasági fellendülés eredményeit, ezt vajon a magyarokra tudjuk fordítani, oktatásra, egészségügyre, bérekre, nyugdíjakra és infrastruktúra fejlesztése, avagy ugyanezeket a forrásokat a migránsok elhelyezésére, ellátására, oktatására, egészségügyi biztosítására kell
fordítanunk. Ez valóban egy nagy kérdése az április 8-ai választásoknak. Hozott adatokat én kiegészítem még azzal, hogy a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal szerint csak 2015-ben 275 ezer bűncselekményt követtek el menedékkérők Németország területén. És igaz, hogy a magyar kormány a visegrádi szövetségesekkel együtt hangsúlyozza a nemzetállamok határainak védelmét, de Európa határainak védelmét is, ami véd az illegális migrációs nyomás ellen, de például nem véd az ellen, amiről a közelmúltban, pontosan tegnap jelent meg egy könyv, magyarul Udo Ufkotte írta, a határtalan bűnözés ellen. Mi a helyzet azokkal a tendenciákkal, vagy azokkal a csoportokkal, amelyeket illegális migránsok alakítottak meg, akár Németországban, akár más nyugat-európai tagállamokban, akik bűnözésből élnek, és a schengeni határokon belül szabadon mozognak? A közbiztonsági kérdések valóban az állampolgárok, az mindennapi életüket élő emberek szempontjából a szubjektív közbiztonsági érzet, hogy kimerek menni az utcára, kimerem engedni a gyerekemet az utcára, számítanom kell arra, hogy megtámadnak az utcán, betörnek-e hozzám, stb. Ez egy nagyon nagy kérdés, és az is ténykérdés, hogy a bevándorlókkal, a migránsokkal nem csak terrorista cselekményekre készülő személyek érkeztek, hanem köztörvényes bűncselekmények elkövetésében már tapasztalatot szerzett emberek, és nagyon sok helyen Nyugat-Európában a no-go zónák, amelyek a létét is tagadták a liberális médiába, adta lehetőségeket kihasználva, valóban akár bandaháborúk, akár bűnszövetségek jöhettek létre, akiknek a feladatuk piacszerzés, egymással is gyakran harcba álltak, és hát természetesen azt a nagyon nyereséges üzletágnak a folytatását is jelenti, amelyiket az embercsempészés jellemez, hiszen nagyon komoly bevételekre tesznek szert ezek a bűnbandák azáltal, hogy újabb és újabb jobb élet reményébe útba induló emberektől tudnak jelentős összegekhez jutni, és utána tudják szervezni az adott célországba történő elhelyezésüket, munkába állításukat, foglalkoztatásukat, és kérik vissza azokat az összegeket, amelyeket meghiteleztek a számukra. Na most ezekre maradunk a német példánál már, mint a közbiztonságra vonatkozó adatokat a német hivatalos szervek kozmetikázzák, elhallgatják, és ugyanígy tesz a német sajtó is, a média. A titkosszolgált, vagy az elhárító szervek, vagy a védelmi szervek együttműködése kapcsán őszintén beszélnek ezekről az adatokról a német kollégák? Tehát amikor mondjuk arról van szó, hogy nem terrorcselekményt kell megelőzni, vagy kiszűrni, hanem ezeknek a bűnbandáknak az Európán belüli mozgását. Abból lehet kiindulni, hogy a magyar kormány a bűnüldözési segítségnyújtás tekintetében esetleg milyen információkat kap, vagy milyen adatcserékre kerül sor pénzmosásban, emberek csempészésében, kábítószer csempészésben, hogy talán a legmarkánsabb nemzetközi összefüggésű cselekményeket említsem. Én úgy látom, hogy az Europolban is és az Interpolban is, amikor nem politikai megfontolások alapján mérlegelnek, akkor a bűnüldözési együttműködés az működőképes, az működik. Az egy valóságos probléma. És ez nagyon érdekes, hogy az egyes titkosszolgálatok vezetői vagy a rendőri vezetők, amikor ők nyilatkoznak arról, hogy baj van, veszély van, ez rendkívül szokatlan, mert általában nem a titkosszolgálati vezetők szoktak erről nyilatkozni, hanem Nyugat-Európában is inkább azért mégiscsak a politikusok és az újságírók. Ha ők nyilatkoznak, annak már az az oka, hogy a normális csatornákon keresztül nem tudnak döntéseket elérni, akár a kitoloncolások, akár a határőrizet szempontjából. Ezért tehát a közbiztonság, vagy akár nemzetbiztonsági kockázat szempontjából is a kvótarendszert nagyon veszélyesnek tartjuk, hiszen éppen ezek a csoportok azok, amelyek betelepítésre kerülnének adott esetben Magyarországra is, és mi úgy állunk ez a kérdéshez, hogy a külső határ, Európa külső határainak őrizete az nem csak szuverenitási szempontból, hanem belbiztonság, tehát közbiztonság és nemzetbiztonsági szempontból is kulcsfontosságú, és ha jól őrizzük a külső határokat, és a problémát kívül tartjuk Európa határain, legyen szó antiszemitizmusról, bűnözésről, vagy terrorizmusról, akkor tulajdonképpen okafogyottá válik a kvóták kérdése is, hiszen nem lesz kit elosztani, hogyha tudjuk őrizni a határt, és ott próbálunk segíteni, ahol annak szükségességét látjuk. Egy rövid kérdés, amely még befolyásolhatja mind a migrációt, mind hazánk, vagy a régió jövőjét. A balkáni térségből
évekkel korábban, de most frissen is érkeznek olyan hírek, hogy az a soros szervezet, az a soros hálózat, amelynek működésére ő is utalt, a politikai berendezkedés destabilizálására törekszik éppen azért, hogy szabad utat nyisson a balkáni útvonalon is az illegális migrációnak. Hogyan tekint erre a jelenség? A soros hálózat az tulajdonképpen a civil szervezetek pozitív intézményrendszere mögött épült ki, annak a fedésével alakult ki, és egészen bizonyosan, hogy ez a filantróp jelleg, amit a Soros György önmagáról elterjesztett, hogy jó szívvel adományozgat, ezek mögött azért nagyon komoly pénzügyi és politikai megfontolások állnak. Tulajdonképpen az ő nyílt társadalomra vonatkozó eszmét próbálná ráerőltetni azokra az országokra, akik a nemzet történelmébe a családok, a hit fontosságát hangsúlyozzák. Épp ezért készül arra a magyar kormány, hogy tanulva azokból az ön által kérdezett tapasztalatokból, amit Macedóniába, Ukrajnába és más országokba láthattunk, akár Izraelbe is, vagy éppenséggel Nagy-Britániába, azok ne lehessenek sikeresek, és biztosított legyen az, hogy Magyarország jövőjéről, mindannyiunk jövőbeli életéről, sorsáról, lehetőségeiről a magyarok dönthessenek külső befolyások nélkül. Bakondi György, köszönjük szépen, hogy itt volt. Ez volt mára a nagypénteki ünnepi kiadásunk, hétfőn is várjuk Önöket. Ne felejtsék, hogy a www.ekotv.hu internetes oldalon újra megnézhetik ezt a műsort és a korábbiakat is. Tegyenek így, áldott húsvétot kívánok mindannyiuknak, a viszontlátásra! Thank you.